Négy pálya várta a füredi kiserdőben a legfiatalabb teniszezőket a Veszprém megyei korosztályos bajnokságon. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a versenyzőket, a hőség ellenére derekasan helyet álltak a legkisebbek. Hét fiatal minősítettünk olyannak, aki már játékra, bajnoki mérkőzésre alkalmas. Azzal együtt is, hogy a klubunkban 32 fiatal ilyen korosztályos versenyző van jelenleg, és valamilyen igazolt versenyzők. A füredi utánpótlás helyzete biztató. Évről évre egyre több a jelentkező a Petőfi sportkörben. És hogy hány éves kortól érdemes megkezdeni az edzéseket, többek között ezt kérdeztük Lengyel Álmostól. Az én véleményem szerint olyan 6-7 év az első időszak, amikor el lehet kezdeni. Tudni kell, a kicsi 4-5 éves gyerekek nem tudnak végigfigyelni egy edzést. És akkor megtanulnak rossz ütéseket, és végénképpen az megmarad az életbe. Mi a legnehezebbnek számukra? A gyerekeknek elsősorban a mozgás olyan szempontból, hogy a labdához oda kell szaladni, és pontosan kell odaérkezni, de az az érzésem, hogy a legnehezebb ütés az a szerva nekik. A fiúk délelőtti versenyén Tóth Matyi magabiztos győzelemmel kezdte a napot. Legfőképp inkább nagyon szépeket adtam, és ezt nem tudta elélni, meg alacsonyakat adtam. A lányoknál izgalmas és végsőkig kielezett két szettet követően a rövidítésben hozta a mérkőzést Ruzsinszky Hanna. Én is éreztem, hogy lehetett volna jobb is, de próbáltam mindent kihozni magamból, de szerintem jó volt. Mi volt a nehéz benne? Mindent visszaadott az ellenfeled? Igen, meg pont az a rossz, hogy ugye nekünk teljesen más a játékstílusunk, ő teljesen máshogy játszik, mint én, és így nagyon nehéz összetenni, hogy jó legyen, de sikerült végül. A délután folyamán kialakult a végeredmény. Aranyérmet szerzett Serkedi Emese, Juszku Léda, Török Ábel, Nagy Dániel és Lip Máté Lőrinc. A Petőfi sportkör két versenyzője, Tóth Mátyás és Németh Barnabás a harmadik helyen végzett.